A dél túli Gyógy és Termálfürdő Egyesület volt a mentora egy több millió forintos pályázatnak, melyet eredményesnek nyilvánítottak a bírák. A tendert néhány héttel ezelőtt hirdették ki győztesnek, melynek köszönhetően több eszközbeszerzése is megvalósulhat az Egyesületnél. A Gyógy és pályázaton indultunk, maga a Regionális Igazánfoglalmi Bizottság első helyen rangsorolt bennünket, a pályázatunk nagyon komoly pontszámot ért el, 93 pontot kaptunk a százból, első helyet szereztünk, így 33,7 millió forinthoz pályázati forráshoz jutottunk. Maga az egész program 20 hónapról szól, 43 millió forint. Ebbe, ami, ami terveztünk, egy eszközfejlesztés, ami eddig nem szerepelt. Szeretnénk ö, ö, mobil színpadot vásárolni, ö, sörgarnitúrákat és ö, rendezvénysátrat. Tudnik, az a nagyon nagy tervem, hogy ö, jövőre megcsinálnánk Nagyatádon a régió ö, fürdőfesztiválját. A pályázati pénzből saját kiadványok megjelenését is tervezi Iharosi István, aki szeretné, ha a 2011-es utazási kiállításon már Nagyatád is megjelenne saját standjával. Az Egyesület elnöke hozzátette, az alkalmazottak képzésére is szeretnének fordítani egy jelentősebb összeget. Azoknak a kollégáknak, akik első sorban találkoznak, illetve kommunikálnak a vendégekkel, nagyon-nagyon sok konfliktusok, atrocitások Kerülnek sor, és pontosan ezért szeretnénk olyan tréningeket szervezni kollégáknak, hogy, hogy valahogy tompítani, illetve tudják kezelni ezeket a konfliktusokat. A pályázati támogatás első részletét várhatóan decemberben kapja majd meg az Egyesület.